Hello, hello! Itt az Oli, és egy újabb fusion tutoriálnál lennénk. 3D-stérnek most megnézzük a fényeit, hogy milyen fényekkel tudunk dolgozni. Így összeállítottam egy ilyen szép kis Node-scriptet, és átmenjünk mindenem. Először is mit csináltam? Csináltam egy shape-et, ez a shape, meg egy kockát kettő együtt ez így néz ki, és ezt majd meg fogjuk világítani. Vannak még különböző dolgok, amiket még előkészítettem, majd oda is el fogunk jutni. Amit még csináltam, egy egyszerű kamerát beraktam meg, nekünk van egy, nem látszik semmi, mert fekete, azért, mert van egy OpenGL renderelünk, és a renderbe pedig be van kapcsolva, hogy a fényt, meg a, hogy meg az árnyékot számolja ki. És bekapcsolom, mivel nincsen a, egy fény se bekötve, ezért sötét a kép. Ugyanúgy. Egy. Hoppá. Ezt pedig visszarakjuk. Na, mi az? Hosszájra? Igen, ez a software render. Igen, Software render, hoppa, most igen, ez az egyes, jó, megvan. A software render az is fekete, mert be volt kapcsolva, hogy fényt meg árnyékot számítson nekünk, mivel nincsen fényünk, ezért sötétség van. Ha megnézzük itten fent be a fényeket, hoppa, ezt levesszük, Fusionba. Négy fajta fény van, van egy ambient light, van egy direction light, van egy point light és van egy spotlight. Mind az összes fényen átmegyünk és elmagyarázom, hogy mi, micsoda, mit tud. Nézzük meg. Én ezt mostan be fogom ide kötni. Az különben itt a 3 d térbe a megjelenítő az egy OpenGL renderer. Tehát Azért van az OpenGL render, meg a szoftver render, mert mind a két rendernek van előnyei, illetve hátrányai. Először az OpenGL rendert fogjuk megnézni, illetve a fények hogyan működnek az OpenGL renderbe, és utána majd megnézzük a szoftver renderbe, hogy mik az előnyei. Az OpenGL rendernek az előnyei, a legnagyobb előnye az, hogy gyorsan számol. Azért, mert a, a videokártyát használja. Na, nézzük meg a fényeket. Először is az első fényt, amit meg szeretnék nézni, az legyen a Point Light. Point light behúzol, és nézzük meg, hogy mit lehet a Point Light-on állítani. Point light lehet állítani, tehát a fényt, a fénynek a színét lehet állítani. Az milyen erős legyen, Intensity, meg a, hogy mondjam, a fénynek a vesztességét tehát van egy ilyen lineális, tehát lineális módon, tehát azt jelenti, hogy a fény vesztesség lineális módon történik, vagy pedig mindaz ugye a reális életbe kvadrátik. Tehát akkor négyszeresét veszíti a fény a távolsághoz képest. A kvadrátik a szebb eredményt szokott uh, reprodukálni, de, hogy őszinte lelkén, 90%-ban lineálist szoktam használni. Na már mostan a point a point light az tulajdonképpen, hogyha meglátjátok, ahogy mozgatom, minden irányba vagy úgy hívják világít. Ez olyan, mint egy, hogy is mondjam, villanykörte. Na már mostan ennek nincsen árnyéka, azért, mert, hogyha a program mindenhova árnyékot kéne kiszámoljon, akkor eléggé hosszú ideig számolgatna nekünk. És azért a point lightnak azért nincsen árnyéka. Nem csak itten, hanem még rengeteg 3 d programban, a Point light általában nincsen árnyék. Hát, adjuk meg. Hm. állítsuk vissza fehérre. Jó. Akkor nekünk van egy directional lightunk. Hát én most azt csinálom, hogy... Nézzük be, ez az... Igen, az egyesben vagyunk, és behúzzuk a rendert. Igen. Nekünk ez az OpenGL Render ablak, és nézzük tovább. Tehát, amit látjátok, a fény, elcs, látszik is szépen, hogy egy kontroll minden irányba szépen elosztja nekünk a fényt. Ez a point Hát mostan kikötöm a point lightot és lehúzzuk az Ambient light -ot. Az Ambient Light, az tulajdonképpen ottan csak a szint tudjuk beállítani, meg, hogy milyen erős legyen, illetve milyen, mennyire világítsa nekünk meg a sz -sz -sz szélét. Mindegy, hogy melyike hol van nekünk a, az ambient lightunk, ugyanúgy elossza tehát az, össze, az egész szcénét kivilágítja. Akkor van nekünk egy érdekesebb dolog, ez a Directional Light. Ez, mint látjátok, Directional Light-ot is tulajdonképpen mindegy, hogy hova állítom. Ez mutatja, hogy merre világít. Tehát oldalra jön a fény. Ez olyan, mint a napfény. Tehát mindegy, hogy hova rakjátok, az irányát itten be tudjátok állítani. Megyünk ide, és amit látjátok, tudom állítani az irányát. Az ambient light amit akarok mondani, csak az intenzitit állítani, a directional light-nál is ugyanúgy csak az intenzitit. Tehát nincsen egy ilyen fényvesztességünk, mint például a Point light -nál. A legérdekesebb fény, illetve a leghasználhatóbb fény, ez a spotlight. Ezt bekötjük. Spotlight, amit már tud, az az árnyék. De ne szaladjunk olyan előre. De na, a, az intenziténál egy kicsit, sőt, ezt még egy kicsit fel is fogom húzni. Na, mondjuk csináljuk kettőre. Igen, így már jobb. Tehát a decay tipnál, már beraktam egy lehet lineálisra állítani, vagy pedig kvadrát A amit látjátok, hát igen, egy kis szebb fényt ad, reálisabb a fény vesztességünk. De dolgozzunk lineálisra, hagyjuk meg lineálisra. Amit még be tudunk állítani, hogy mennyire. Opa, a decay, ez a decay tulajdonképpen, az a lineális, a decay tip, meg a Decay-rate, ezzel itt be tudjátok állítani, hogy mennyire lehet a fényvesztesség. Amit meg akartam mutatni, tehát a fényt mennyire ossza el, ez a Cone Angle, látjátok, ez olyan, mint egy... mint a koncerten, vagy a teáter, a szín, színházba a fények. Be tudjuk állítani, hogy mennyire az átmenetet mennyire lejön az átmenet, és ugyanúgy a drop off is tudunk, tudjuk hozzáállítani egy kicsit jobban. Amit szeretnék itt, sőt, ezt fel is húznám háromra, hogy jó erős lehet nekünk a fényünk, mert most oda eljutottunk az árnyékhoz. Nézzük meg az árnyékot, van egy nagyon szép árnyékunk, egy kemény árnyékunk van, de hogyha megnézzük ezt a kemény árnyékot, de nagyon szép lépcsőzetes lett az árnyék, illetve ezt antialiásznak hívják. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk kiavítani. Ez a kép mostan 1920 x 1080, tehát HD felbontású. És a, ez a a render, ami a Fusionban van, ugyanúgy, mint az OpenGL, mint a, mint a software render. Ezt az árnyékot tulajdonképpen egy képpel, tehát egy képet rávetít nekünk ide, és a képnek a nagyságát itt be tudjuk állítani. Most a Shadow of Map Size 1024, hogyha én ezt meg, uh, hogyják, megduplázom, tehát 2.48-ra felhúzom, amint látjátok, az árnyéknak egy kicsit szebb lett az antiáliászja. De még mindig nem tökéletes, tehát akkor megduplázom megint. 40-96. Így már nagyon szép lett az árnyék. Ami fontos, hogyha a háti felbontással dolgoztok, minimum duplájára kell állítani a Shadow mapsize-ot, hogy használható eredményt kapjatok. Na, gondolkozok, hogy hogyan is menjek tovább. Igen, igen, így fogjuk csinálni. Most megint visszahúzzuk, visszaállítjuk, azért, mert mi van, hogyha? Az életbe nincs, tehát mindig kemény árnyék. Tehát, hogy egy kicsit borultabb az ég, akkor már egy kicsit egy ilyen soft shadow kapunk, soft árnyékot kapunk, egy kicsit ilyen puhább árnyékot kapunk, és hogyan tudjuk ezt megcsinálni a fusion -ba? Akkor nekünk szükségünk van a software renderre. Behúzom a software rendert. Persze száll, hosszabb ideig számol, de kaptunk egy ilyen softosabb árnyékot. Nézzük meg, hogy mit lehet állítani a soft shadow-nál. Soft shadow-nál be tudjuk állítani a sampling quality tehát hogy mennyire, milyen pontosan, milyen jól számolja ki nekünk. Én ezt át szoktam állítani egy médiumra, és hogyha médium, médiumba vagyunk, és a softness az pedig mostan konstant konstantnál be tudjuk állítani, hogy mennyire legyen szárnyék elmosódva. De hogy még jobb eredményt érjünk el, itten be tudjuk állítani, hogy variable. És akkor több beállítási lehetésünk van, mennyire ossza el a szárnyékot, illetve a softness, mennyire nyomja el, és ugyanúgy meg tudjuk nyomni a filter size-ot. Filter size-ra kell egy kicsit ügyelni, mert mint lány nem tudom mennyire fog látszani, de itt például a sarkát nekünk egy kicsit legömböjtette, ami a reális életben hát nem éppen így van. Tehát visszahúzom. Következő lépés az lesz, hogy mostan elmagyarázok valamit, mégpedig a reális életbe, illetve ez a render, be kell hozzak egy paint nódot, Magyarázzam, igen, mert ilyen színűre jó lesz. Tehát, mikor a fény, mi történik itt? A fény esik, egy ide, hoppá, rámegy ide, és mivel itt nincsen megvilágítva, itten fekete marad. A fény jön innét, ide ráesik, és a reális életbe, most kékre, visszaverődne ide, és akkor ez a rész, világosabbnak kéne legyen, illetve a fény innét is verődik vissza. Tehát világosabb kéne legyen. Hogy ezt a hatást el tudjuk érni, azért szükségünk van általában az ambient light-ot. Most beúzom az ambient light-ot, hát igen, egy kicsit nagyon meg van nyomva, és kicsit feljebb húzzuk. Látjátok, tehát ez, ez az oldal most egy kicsit világosabb lett, de ahhoz, hogy ez a kocka plastikusabbnak tűnjön, szükségünk van még más fényekre is, és itt nagyon jó a Directional Light, ezt használtam itt oldalról, tehát oldalról még egy kicsit megvilágítottam, nézzük a Directional Light-ot ki kell, na, véletlenül nyomkodok itt a hülyeségeket. Vissza a Directional Light-től, itt egy kicsit fel lehetne tehát ezt így össze lehet hozni, hogy tulajdonképpen szimuláljuk a fény visszaverődést. Hát úgy, ahogy. Egy ilyen szénét kivilágítani egy ilyen renderrel, ez eléggé, hogy mondjam, na, művészet tulajdonképpen de hogyha belegondolunk, a 90-es években minden render így működött. Tehát uh, voltak olyan projektjeim ilyen uh, architektúr uh, ilyen látványtervezés, ahol például egy lakásba 70 fényt beraktam csak egy szobába azért, hogy úgy, ahogy kinézzen. Meg tudjam világítani. Az új renderek, egy fény, és a többit kiszámolja az egészet. Persze, hosszabb ideig számol, de jobb eredményt kapunk. Így pedig kell egy kicsit így improvizálni, hogy hasonló eredményt kapjunk. Oké, okay. na mostan ez nagyon szép, ezt a rajzot ezt mostan kiveszem, visszarakjuk ide. És megnézzük a következő részt, amit akarok mutatni. Mert mi van, hogyha. Én ezeket a részeket szeretem a legjobban. Megint visszarakom a az OpenGL rendert, de nem kell megérni megint visszajöttek a lépcsőzetek, azt már tudjátok, hogy hol kell kivenni és mi van, hogyha? én csináltam, beúztam egy képet ez tulajdonképpen egy ablak ezt a képet ráraktam egy shape-re nem tudom mennyire látszik, igen itt van most mondom, hogyha zavar ez a kitter, akkor így ki lehet... Hol kell kivenni? Na, akartam valamit mutatni, és most én nem találom. Itt van, itt van. A kreálikrét. Hát, így még kevesebbet. Annyira se látszik. Na, akkor rakjuk vissza. és egy transformulót segítségével pozícionáltam meg. Hogyha bekötöm, az egész így néz ki, tehát appá, menjünk ide a fényhez, talán még jobban látszik. tehát azt csináltam, hogy mintha egy ablakon keresztül besütne a fény, és azt szeretném, hogy az ablak látszódjon. De mivel mi, hát Kikötöm az ambient lightot, meg a directional lightot. De mivel az OpenGL rendel nem tud, nem érti, hogy alfa-kanál is van itt, tehát átlátszó a, a tárgy, ezért talán megnyomjuk. Nyomjuk meg. Linear, nyomjuk meg. Tigére leszük. Ezt pedig visszaállítjuk. Hm, így. Oké. Okay. De mivel nem érti meg, hogy itt át kéne menjen a fény, ezt nem tudja kiszámolni, ezért nekünk tulajdonképpen az egész sépet számolja, és azért ilyen furcsán néz ki a zárnyék. Úgyhogy én ezt kikötöm, hogy lássátok. Szépen a zárnyék, és tulajdonképpen az ablaknak a mintája kéne itt látszódjon. Ezt az OpenGL render nem tudja kiszámolni. De nekünk van egy második, másik renderünk, a software render. És a software render ezt ki tudja számolni. Tehát az ilyen lyukacs, lyukas részeket megérti, hogy a fény itten át kell menjen. Hmm, na. Remélem, nem felejtettem el semmit. Igen, hagyjuk meg így. Lineális oké. Okay. Meg akarom nézni még az árnyékot. Hm, az árnyék is oké. Okay. És azt mondanám, hogy most mutatok még valamit. Ezért kifogom kötni ezt az ablakot. pedig meg akarom mutatni, hogy mi van, hogyha hogyan lehet például egy filmmel, illetve egy animációval az árnyéknak, visszamegy a spotlightba, az árnyéknak tudjuk, tudnánk a színeit változtatni, meg az intenzitét. Én mostan csak az intenzitét mutatom meg, mert ez, ez, működik itten a legjobb ebben az esetben, mert más animációra lenne szükségem. Miről beszélek? Beosztam egy ilyen kis egyszerű animációt. Most ez egy Open Excel file, és lineális color space-be van számolva, tehát így a korrekt a megjelenítése. Nagyon egyszerű, így néz ki. Tehát ez egy fákja, ami így meggyúl, és ég. És azt szeretném például, hogy ez a fákja, ennek ez a fákja, az intenzitéje, a fénytnek az intenzitéját manipulálja. Hogyan csináljuk meg? Én ezt még beküldtem egy Color Correction node ahol tudok még állítani egy kicsit, tehát meg tudom nyomni. Ezt még lehet állítgatni, ha meg tudom nyomni egy kicsit a, az in, a... hogy mondjam, a kinézetét. És ez az animáció, fogja itten a fénynek az intenzitását meghatározni, illetve igen, meghatározni. Hogyan csináljuk ezt? Visszamegyünk, és az nál pedig azt mondom, hogy modify with probe. Jó sötét lett, nem kell megijedni, de hogyha bemegyünk a modifierba, itt kaptunk egy új részecskét, ahol, illetve ahova ezt a Color Correct nódot beküldöm. Hm. És amit látjátok, már van fény. Azért, mert a Probe Rectangle ez azt jelenti, hogy honnét vegye nekünk a mintát. Tehát, hogyha húzom, amit látjátok. Hát én azt mondom, hogy vegyük innét a mintát. És ugyanúgy van lehetőségem beállítani, hogy milyen széles legyen a mintavétel, illetve a magassága. Hát, így alap a jó volt. És hogyha a fénynél például, most meg, csinálni, meg lehetne csinálni például, hogy a, színek a színeket is átvegye, csak ez valahogy nem a legjobb fájl volt, ezért inkább azt mondtam, hogy így Ja, improvizálunk. Most meg szeretném nézni. Visszavészük az animáció elejére, és mostan hagyom, hogy összeszámolja az egészet. Tudom, hogy lehet -e ezt a részt, ahol a szemplinget veszi, ahol a mintát veszi, azt egy kicsit jobban mint látjátok, ahogy világosodik, ugyanúgy világosabb lesz nálunk is a képbe. Nézzük meg, hogy ez mennyire jól működik. Hát, az mintát talán így fejebről vegyem, talán jobb lesz, és a Color Correction Node-dal. Hát igen. Látjátok, itten is tudom manipulálni. Na, ezt így Na, nézzük meg. Na, azt hiszem, így jó lesz. na hát igen szerintem még ezt be kéne állítani itt a sportlightnál feljebb húzzuk, talán így jobb lesz azt kell nézni, tehát az a fontos hogy a mintavételt jobban, jól beállítani és akkor nagyon szépen így a fény így vibrálni fog mint hogyha, hát igen, átveszi a tűznek a vibrálását. El tudjátok képzelni, ez egy nagyon érdekes effekt, és ezt hát eléggé sokféleképpen lehet ezt használni így a kompozítós Ez uh, Egy most nagyon egyszerű. Hát igen, hogyha itt egy kis tűzhelyet csináltunk volna, meg minden, akkor megvilágítaná a környezetet. A animáció segítségével. Kíváncsi vagyok, most már számol. Na, most már így jobb. Hát persze, még ezt jobban be lehet állítani mint látjátok, így nagyon szép, tehát egy tűzhelynek a környékét így ki lehet világítani, tehát van egy ilyen lehetőség. Hát igen, a mai tutoriál rövid volt, mert a következő van egy olyan érzésem, az a renderelés az egy kicsit hosszabb lesz, sőt hosszabb is lesz, csak jól fel kell készüljek rá, hogy megmutassak egy két dolgot. Na, én azt mondanám, hogy mára ennyi és hát találkozunk jövőre, mert ebben az évben ma nem lesz több időm tutoriált készíteni, és a következő tutoriálban majd megnézzük a renderelés, meg stb. Hogyha valami kérdésetek van, vagy megjegyzés, nyugodtan írjátok meg a kommentbe, amilyen gyorsan csak tudom, megválaszolom. Na, mit mondjak? Lájkoljátok, kommenteljétek, osszátok meg. Na, Köszönöm, hogy megnéztétek, remélem, hogy valamit tanultatok, és na, hamarosan találkozunk. Szia, szia!